Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ma a gáttal fognak foglalkozni, de mielőtt a gáttal foglalkoznánk, a közgyűléssel, nézzük meg, hogy mi történt az elmúlt 48 órában. Parlamenti székeket ajánlottak önöknek, annélkül, hogy voksoltak volna az emberek, bekerültek a parlamentbe. Miért nem lelkesedtek? Miért nem akartak egy hétpárti koalíciónak szerves részen és kapni, mit tudom én, 3 parlamenti képviselői mandátumot? Hát nem parlamenti székeket ajánlottak, és nagyon remélem, hogy nem is erről szólnak a gondolkodások egyik pártban sem, hanem arról, hogy hogyan lehet a kormányváltásig eljutni. És valóban Botka Lászlónak most volt egy új ajánlata ezzel kapcsolatban. Ugye ő kezdetektől egy listán szeretné látni a teljes ellenzéket, és ezzel kapcsolatban hozta nyilvánosságra azokat a számításokat, amiket elvégeztek. A Párbeszéd szerint nem az a lényeg, hogy pontosan milyen arányban szerepelnek egy pártok, és hány listán szerepelnek ezek a pártok. Az a kérdés, hogy sikerül-e leképezni a választói akaratot, ami ugye azt jelenteni, hogy kormányváltás lesz 2018-ban, hiszen a választók többsége kormányváltást szeretne. Csak hát van egy ilyen kihívás, amit úgy neveznek, hogy választási rendszer, ami meglehetősen a Fidesz érdekeire van szabva, illetve erre a sokszínű ellenzékre és az ő ellenükre van kitalálva. Úgyhogy ez az a kihívás, amit az ellenzéki pártoknak meg kell oldani. Sokan az ellenzéki pártok között visszautasították. Önök a visszautasítók között vannak? Nem, mi azt mondtuk, hogy mindenkivel tárgyalni kell, mindenkivel beszélni kell, és addig legalábbis el kell jutni, hogy a 106 egyéni választókerületben mindenhol egy erős ellenzéki jelölt álljon. És ehhez... Az önök 106 képviselője már megvan? Megvan kit visszaléptetni? Pont azt szeretnénk, hogy ne legyen mindenkinek 106 képviselője, hanem összesen legyen az ellenzéknek, a demokratikus ellenzéknek 106 képviselője. De a tárgyalóasztalhoz úgy kell leülni, hogy mindenkinek megvan a saját 106-ja, és itt-ott visszalépteti. De hogyha valaki 80-ból vagy 60-ból léptet vissza, szerintem nem az a lényeg, hogy minél többet léptethessünk vissza, az a lényeg, hogy mindenhol meglegyenek a legjobb jelöltek, és ezek nem is feltétlenül pártjelöltek. És Botka László például talált egy makói iskolaigazgatót, akit 22 éves munkássága után a tantestület, illetve a szülői közösség támogatása ellenére rugott ki a Fidesz, csak mert az oktatással kapcsolatos purpárléba hallatta a hangját. Ott van egy megbecsült, köztiszteletben álló, pártokhoz nem kötődő, egy fontos közpolitikai területen is elismert szakember. Miért ne sorakozhatna fel mögé minden ellenzéki párt? A Párbeszéd azt gondolja, hogy ez az útja a kormányváltásnak, lehetnek jó pártjelöltek, lehetnek jó helyi jelöltek, a lényeg, hogy közösen támogassuk őket, és ehhez képest, hogy ki milyen listán indul, tulajdonképpen másodlagos jelentőség. A közgyűlés foglalkozik a római parttal. Önök hogy vesznek ezen a megbeszélésen részt? Hát most a közgyűlésnél is fontosabb egyébként, hogy a kúria mit dönt a római parttal kapcsolatban, hiszen a Párbeszéd és az Együtt beadott egy népszavazási kezdeményezést, és ezt egy nagyon-nagyon gyenge indokkal utasított el a választási bizottság, ami ellen fellebeztünk, azt mondja, hogy a fővárosi közgyűlésnek nincsen rendeltalkotási joga a római parttal kapcsolatban. Most ehhez képest éppen ők alkották meg azt a rendeletet, ami meghatározza a nyomvonalat, a gát nyomvonalat. És ezzel a nyomvonallal két nagyon komoly probléma van. Az egyik az, hogy kiírtja 5 km hosszan azt a csodálatos élővilágot, amiért érdemes lejárni a Rómaira, és amitől majd az emberek feltöltődnek. Majdnem felejtettem, hogy önök egy zöld párt. Sose szabad elfelejteni. Tehát a zöldet magukkal vitték az LMP-vel együtt, igen. A másik pedig, hogy egyszerűen nem biztonságos ez a mobilgát, tehát ilyen mélységben, illetve magasságban, hiszen ez egyrészt a földbe ágyazódik, másrészt egy nagyon komoly ilyen penge falként áll, hogyha árvíz törne Budapestre, szóval, hogy nem tesztelték, és a mérnökök, statikusok nagyon komoly kétségeket fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban. Akkor... Nem védené meg ezt az 55 ezer embert az árvíztől. Ön szerint akkor lesz népszavazás, vagy nem lesz népszavazás? Hát, hogyha a kúria az elemi logikát követi, és nem esetlegesen, ne adj Isten, valamiféle politikai szándékot. Nem, ez nem Tarlóstól függ, ez most a kúria kezében van ez a döntés, és hogyha átengedik ezt a népszavazási kérdést, akkor van egy hónapunk arra, hogy összegyűjtsünk kb. 140 ezer aláírást. Én azt gondolom, hogy a mennyire Budapesti... befolyásolhatja ez a 2018-as választásokat, vagy jelen pillanatban az nem is fontos? Hát a választások mindig fontosak. A kettő
kapcsolódik egymáshoz, noha ez egy budapesti népszavazás lenne. Bizonyíték lenne arra, hogy önök mégiscsak a politikai térképen föl vannak? Ez nem rólunk szól, ez arról szól, hogy legalábbis Budapesten meg tudjuk-e még a választás előtt üzenni a Fidesznek, hogy nem tehet meg mindent a város lakóival. Tehát, hogyha egy nem biztonságos, cserébe viszont egy teljes élő környezetet kipusztító projektet akarnak végigerőltetni, akkor a budapestiek erre azt fogják mondani, hogy ácsi, ezt gondoljátok végig, lennének ennél jobb. Egy időben reggeltől estig tüntetek a Városligetben, mostában nem hallani önökről, kifulladt a téma. Szerencsére a Ligetben továbbra is ott vannak a ligetvédők, mi mind ligetvédők vagyunk, legalább lelkiekben, nyilván kevesen engedhetik azt meg maguknak, hogy ott táborozzanak. Akkor tüntetünk a Ligetben, amikor valami fejlemény van, és úgy tűnik, hogy most eléggé lelassultak ott a munkálatok szerencsére. Ugye az utolsó ügy ezzel kapcsolatban, hogy nem sikerült úgy lebontani a Petőfi csarnokot, hogy azbest mentesen szállítsák el azt a ezt már nézőink tudják, ezt már legalább 20-szor elmondta. Beszéljünk inkább akkor arról, hogy én is zöld vagyok, de már az azbest homoktól fáj a fejem. Tehát akkor beszéljünk az Agoráról, mi történik ott a Kossuth-Lajos téren az Agorában. Hát az Agora most egy sikertörténet, ugye most hétvégén fejeztük be azt a közös választási törvényt, amit 8 párt állított össze, és egy nagyon... Inkább a parlamentben kéne aktívnak lenni a pártjának? A parlamentben nem lehet ilyen érdemi konstruktív vitákat folytatni, tehát pontosan az történt a parlamenttel szemben az Alkotmány utca végén. Ezért hozták létre az Agorát, igen, a parlamentet is annak idején ezért hozták létre, és nagyon jó lenne, hogyha ezeket az élményeket, mert tényleg élményszerű volt, felüdítő, hogy lehet értelmes vitákat folytatni, akkor is, hogyha egyébként távol állnak egymástól az álláspontok, de van valami közös cél, egy igazságos választási rendszer, ami sokkal arányosabban jeleníti meg a választói akaratot az országgyűlésben, és hogyha ez a cél nagyjából közös, akkor az eszközökben meg lehet egyezni, és tényleg gyakorlatilag az összes ellenzéki párt egy közös álláspontot. A kormány mennyire figyel oda az Agorában történtekre? Én azt gondolom, hogy nagyon komolyan figyelnek. Látszik, hogy azok, akik szervezik ezt a közös országmozgalom, Gulyás Mártonék, ők a kormány célkeresztjében vannak. Illetve hát abból is látszott, hogy amikor ez egy ilyen félig nyílt színi helyszín, nem tudom hányan ismerik, szóval, hogy gondosan oda vezényeltek némi útfelbontást, és akkor ott légkalapácsoltak a tárgyalások során. Tehát minden pitiáner trükköt nincs bevetette. Nincs üldözési mániája? Hát nagyon furcsa lenne, hogyha ez üldözési mánia lenne, hogyha pont aznap és abban az órában és abban a percben kell elkezdeni a útfelbontási munkákat, amikor elkezdődtek a tárgyalás. Ez csak egy gyakorlat arra, hogy meg kell tanulni hangosan beszélni. És sikerült is egyébként, szóval, hogy ezt nem sikerült megakadályozni a kormány oldalnak. Tehát ez tényleg egy rájuk nézve veszélyes dolog, hogy az emberek megtapasztalják a demokrácia működését és ennek az erejét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdet, az, hogy az ellenzék 8 pártja közös álláspontra tudott ebben jutni. Most zajlik a törvényjavaslat kidolgozása, tehát meg a... Ennek egyenes következménye az ellenzék miniszterelnök jelöltjének, illetve az MSZP miniszterelnök jelöltjének, mind ahogy már kezdetben mondottam, ez a 8 párti koalíciós törekvése? Hát egy kormányváltás után lehet, hogy egy ilyen sokpárti koalíció fogja vezetni az országot, és jó, hogyha gyakoroljuk azt, hogy lehet egyes szakpolitikai kérdésekben megállapodni. 8 párti koalíciót még Szatcser asszony, meg Golda Meir se tudott volna elvezetni. Lehet, hogy ez egy kicsit túlzó szám, lehet, hogy ezek a pártok nem lesznek ott mind a parlamentben, de ami fontos, hogy tényleg modellezzük milyen azt, lenne hogy az LMP-vel útból együttműködni ebbe a 8 párti koalícióban. Nagyon jól működtünk együtt, nem csak az LMP-vel, de az összes többi ellenzéki párttal is. Pozitív csalódás volt. A nagyobb ellenzéki pártok nem éltek vissza az erejükkel, a kisebb pártok nem makacsolták meg magukat egy-egy részletkérdés kapcsán, hanem amikor látta valaki, hogy kisebbségbe került egy kérdésben, akkor azt tudta elengedni, és hagyni, hogy menjen a konszenzus felé. Mit tesznek az ellenzéki pártok, hogy visszaszerezzék azokat a szavazókat, akik a szocialistáktól átszavaztak a Jobbikra? Hiszen a Jobbiknak az eredményei még mindig jobb, mint a szocialistáké. Szerintem itt egy nagyon komoly hitelességi kérdés van, és az biztos, hogy a 2010 utáni pártok ezeknek a választóknak a megszólításában jobb eséllyel indulnak. Az is biztos, hogy ha az MSZP is meg akar újulni, mint ahogy meg akar, és azt mondják, hogy a 2015-i kormányzás ikonikus figuráit nem tolják előtérbe, hogyha ők is beállnak abba az ellenzéki kánonba,
ami egy sokkal tisztább, átláthatóbb kormányzást szeretne, ami azt mondja, hogy, hogy minden közpénz legyen nyomon követhető az utolsó fillérig, akkor szerintem itt, itt visszatérhet az a bizalom. Nyilván egy ilyen bizalmat elveszteni könnyen és gyorsan lehet, visszaépíteni nagyon nehéz, és nem csak ígéretekkel, hanem tényleges kormányzati cselekvéssel lehet ezt megtenni, ahogy például Karácsony Gergely tett az Uglóban, az első elfogadott rendelete az átláthatósághoz. Az önpártjának van két társelnöke, sőt van miniszterelnök jelöltje is. Hogy jön ez össze, hogy a szocialisták miniszterelnök jelöltje fogja vezetni ezt a 8 párti, vagy Isten tudja hány párti koalíciót, hisz napjainkban közel 200 fölött vannak már a pártok száma, nem tudni, hogy még hányan fognak ez a koalícióhoz kapcsolódni, és akkor úgy tűnik, hogy nem az ön miniszterelnök jelöltje fogja a passzát szelet fújni. Karácsony Gergely megmondta, hogy ő húzza, tolja azt a szekeret, csak haladjon, mindegy is. Az a lényeg, hogy egy ma még ellenzéki politikusnak adjon majd a köztársasági elnök kormányalakítási megbízás, és akkor megnézzük, hogy hogy jön ki a parlamenti matek, hány párt milyen koalícióban tud kormányozni. Ezek izgalmas kérdések, de nyilván a választás után a választói akarat ismeretében lehet erről beszélgetni, ahogy mondjuk most nem régiben Németországban is lezajlott a választás, és akkor kezdődik. Németországban a választáson az EFD is bekerült. Elég szomorú, ráadásul. Akkor itt a Jobbik is be fog kerülni? Hát a Jobbik be fog kerülni, azért az nagyon nagy meglepetés lenne, ha nem kerülne be. Az lenne fontos, hogy, hogy ne ők legyenek a vezető erő, se az ellenzék vezető ereje, és különösen ne egy kormány. Mennyire fognak együttműködni vele, hisz megkerülhetetlen lesz? Én azt gondolom, hogy országgyűlési szavazásokban lehet ugyanazt a gombot nyomni, ehhez nem kell semmilyen egyeztetés, lehet egy csomó kérdésben a demokratikus ellenzéknek vagy a Jobbiknak hasonló vagy azonos a véleménye, ez nem jelent együttműködést, és ennél többre egyébként nincs is szükség. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy hogyan lehet az alkotmányosságot helyreállítani, ha megnézzük azt, hogy a demokratikus ellenzék és a Jobbik milyen kritikákat fogalmazott meg a fideszes alaptörvénnyel kapcsolatban, vagy mondjuk a fideszes választási rendszerrel kapcsolatban, akkor azt látjuk, hogy ezekben a konkrét kérdésekben lehet, hogy egy irányba mutatnak a szavazatok. Ez nem jelenti azt, hogy együtt kéne velük működni, nem jelenti azt, hogy legitimálni kéne azt az erőszakos szélsőjobboldali gondolatot, amit még mindig képviselnek sokan a Jobbikban. Úgyhogy nézzük meg, figyeljünk majd, és látni fogjuk, hogy, hogy milyen parlamenti támogatottságot szereznek 2018-ban, addig erről szerintem sokat nem érdemes. Itt folytatjuk legközelebb. Kedves nézőim, az elmúlt percekben az Párbeszéd szóvivője Tordai Bence volt stúdiónk vendége. Köszönöm, hogy a rendelkezésre. Köszönöm, hogy itt láttam. Előzetesek, és jövünk vissza.